Február 15-ig, vagyis hétfőig kellett elektronikusan nyilatkozniuk a kattásvállalkozóknak a tételes iparűzési adóválasztásáról. Ha ezt nem tették meg, általány szerint fognak adózni. Legkésőbb ugyaneddig a napig kellett megkapniuk a munkavállalóknak a munkáltató igazolásokat, ezt kell majd összevetniük a Nemzeti Adó és Vámhivatal által elkészített személyi jövedelemadó bevallási tervezettel. Az M30-as nyomtatvány mellett fontos dolgokra is rávilágíthat mondta 35 perc című műsorunkban a NAV is szóvivője. Sokan fordulnak hozzánk azok is, akik esetlegesen nem kaptak ilyen jellegű igazolást, úgy tudják, hogy munka viszonyban álltak, és ugye a bevállási tervezetükben akár nem is szerepel semmilyen jellegű adatszolgáltatás az adott munkáltatótól. Most, hogyha ilyen igazolást nem kapnak meg, akkor nagy valószínűséggel azért nem kapták meg, mert nem voltak bejelentve. A bevallási tervezet március 15-től lesz elérhető, azok pedig, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, 16-ig kérhetik annak postázását. Csak akkor kell rajta módosítani, ha olyan adóköteles bevételünk származott, például ingatlan bérbeadásból vagy egyéb értékesítésből, amelyről nem történt adatszolgáltatás a hivatal felé. Ha nem nyúlunk hozzá, május 20-ával elfogadottá válik a tervezet. Az ugyanakkor az adózó felelőssége, hogy a dokumentum megfelele a valóságnak. Ha a katásoknak egy közelebbi határidőt kell észben tartaniuk, február 25-ig van lehetőségük benyújtani a bevallásukat. A szóvivő arról is beszélt, hogy február 12-ével érvénytelenné váltatta a száma mindazoknak, akik hat hónapig nem fizették meg a havi 8000 forintos egészségügyi szolgáltatási hozzájárulásukat. Nagyon sokan a biztosítási jogviszonyokkal nincsenek egyértelműen tisztába. a fekete foglalkoztatás kapcsán, vagy a külföldi tanulmányok kapcsán, vagy tanulói jogviszony megszűnése kapcsán, munkajogviszony megszűnése kapcsán beszéltünk erről, hiszen sokan nem tudják, hogy például, ha megszűnik a, a tanulói jogviszonyuk, munkajogviszonyuk 45 napig biztosítottak utána csupán, ezután fizetniük kell saját maguk után az egészségügyi szolgáltatási járulékot mint hogyha nem tesznek meg, akkor ugye úgynevezett piros lámpásokká válnak az orvosi szolgáltatás vagy az egészségügyi szolgáltatások terén, és ugye nem kapják meg a megfelelő ellátást, vagy hogyha megkapják, akkor ki kell fizetniük az ellátás teljes összegét. Ha a kérdése számunkra rendezette a TB jogviszonyunk, érdemes tájékozódnunk a Nemzeti Egészségkezelő Alap honlapján. Amennyiben pedig kiderül nem vagyunk biztosítottak, be kell jelentkeznünk a naphoz. A tartozást így sem úszuk meg. Rászorultsági alapon ugyanakkor lehet kérni részletfizetést vagy a befizetés alóli mentességet.